Szabina egy szép napon még kifújhatott állásokból. De doktor úr, lehessen tudásokkal. Nem, doktor úr, a magamnálban nincs. Menjetek már, jut eszembe. Kirántatni engem az ágyból vasárnap reggel hajnalok hajnalán. Ezt megérdemel egy kis jutalmat. Nem gondoljátok? Hogy ismernek, egyben jó borra gondolsz, nem? Például egy vörös borra. És ha véletlenül francia, az sem akadály. További minden jót kívánok. Mit szerethet az ápoló ide nem a pincébe? Itt nem zavar senki. Talán találkozni akar valakinek. Vagy nyomokat elvégezni. Ott jön, hogy ide hoztatok a pedig. Intézkedj, hogy senki sem hagyja el a kórházat. Hívok erősítést. De... Örendőrség. Remélem, hamarosan még kérdezik. Magának nyilván mit? Abban az időpontban a szobában voltam. Bementem valamiért a szobájába. Az áldozat is. Talán nem hisz nekem? De. Figyelmeztetem. Ha megkérdőjelezi a szavaimat, akkor... Ne felejtsem, most én vagyok a főnök. Elég éjszaka csak arra tudtam gondolni. A férfiak mindig csak arra gondolnak. Nem. Nem arra, hanem a másik arra. Aha, úgy ért, hogy dítesvétni majonézes krumplival, vagy sertésült fognélival. Jó, ő volna színes, mert fejhetnék már attól is meghízom, ha hallom. Jövök már. Alexa, foglalt egy luxus utat. Megtaláltam a számlát a szekrényébe. Jó, fakérfi. Jó, hogy egy ápoló nem engedhet meg magának egy ilyen luxus utat. Én is így gondolom. Zsarolás, gyanítok. Jutottatok valamit? Igen, a portás a konyhában evett, ezt a takarítónő is megerősítette. Vannak, doktor, a szobájában is takázott. Ezt Claudia Nővi is megerősítette. És melyen, doktor? Melyen, doktor, egy tudományos munkán dolgozott. Ezt viszont Zuzán Nővi erősítette meg. Kölcsönösen fedezik egymást. Még annál megint? Azt hiszem, hülyeséget csináltam. Micsoda? Alig jutottam Ballag doktornak. És mi? Én se tudom. És te? Én is hülyeséget csináltam. Melyel dokon? Ide figyeljen, mi ez az egész? Csak téved is lesz. Húsz doktor, hogy biztosan szólt volna neki, bocsásson meg szabad. És ha itt áll, a doktor, hogy tegnap telefonon lehozta. Na, látja. Felírozással, mi ez? Igen. Doktor, gyere meg, gyere! Gold készletet akart adni. Erről nem tudtam semmit. Volt valami alkalom? Na igen. Talán a munkámat akarta jutalmazni. És mit gondol, akkor miért mondta le a készletet? Engem is érdekelne. Lehetséges, hogy azon a napon Turk doktornő is maga között fegyés, még a feltérni számot. Miért kérdeznek ilyesmit? Már rég kiderítették volna. Na igen, de csak úgy spontán. Senki sem gondolja meg magát. Mi történt azon a napon? Teljesen átlagos munkanap volt. Kivéve az esetet a betegkel. Amennyire tudjuk maga, elég közel áll Turk doktornő. A doktornő szimpatikus lett, azt a tényleg. Sok nőt tart szimpatikusnak. Megpróbál nagyon magának tűzni, de valami most minden a pasassal. Húrk, hol a délután mondta le a holkészletet? Mi történt előtte? Tehát, nézzük végig még egyszer a látogató listát. Ne, azt kezdjük előről. Á, Ballag doktor! Mit találtak? Elfelejtettem a
mégis az az érzésem, hogy ebben a kórházban senki sem mond igazat. Melyik kollégának volt valami közben a főnök asszonyhoz? Igen vagy nem? Erről tényleg nem tudok mondani sem. Miért tart neki egy érettel a golfkészletet? Hát én nem értem. Erről a golfkészletről egy szó sem szólt nekem. Ennyi volt, doktor úr. Te! Két éles szállatban elkezdettek, patentem! És hányat töltettem meg, mi? Hányat töltettem meg? Jobb vagyok, mint azok, aki évekig tanultam. Nap mint nap bebizonyítottam. Sokkal jobb vagyok! Sokkal jobb! Nem is volt orvos. Én a bizonyíték. Legyél az egyetemről. Akkor ki akarta nevezni helyettesét? A régi egyetemi társai. Többen rájött, hogy Meyer nem is járt egyetemre. Az ápoló is megmondta, levásolt a gondolatait, és zsarolta Meyert. Fork arra kényszerítette, hogy egy ilyen erre aztán megjogolta őt. Pontosan. Kulisz. Tudod, a sok marcipán azokkal. Hogy jöttetek rá? Nekünk látványosan szenved, titokban meg marcipát maxol. Na igen, a lélek kész, de a test. Tehát a közeljövőben te látsz el, mint a csonkás zsebében.